I got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced it. Oh. A Bazi Nagy-Görög motorozás 9. napja reggel. Mennyi az idő? 8 óra? 8 óra. 8 óra van. 4 órakor hagytuk el a szállást, 4:45-kor ment a komp. Hát még sötét volt, de inkább mondom, ott a kis falukba megyek lámpa nélkül, mint az, hogy későn érünk Szerbián a szállásra, és akkor nagyon estére legyen. Volt világításon végül is, egy katéktól kaptam egy ilyen kis biciklis lámpát, ami ennyi fényt adott, hogy mégis látszódjak. Én sokat nem láttam, úgyhogy, de életmentő volt ez a lámpa, úgyhogy köszönjük, Csabi, a lámpádat. Szállást Szerbiába foglaltunk, Nis, egy hotel. Félúton van körülbelül, vagyis nem is olyan 900 kilométerre volt a szigettől. Még hátra van 730. Zúzunk tovább. A motor eddig jó. Úgyhogy indul simán, nincs gond. Úgy tűnik, hogy jó lesz. Legalábbis remélem. Véletlenül sincs az, hogy megáll, hogy te előre engedjen, vagy izé. Ő megy, és leszarja, hogy te mész, vagy nem mész. Nem, úgy vannak, nem szintén, meg lehúzósak, vagy alulhúzósak. Hát de lehet, hogy csak az olyan ilyen, ahol megy a kuruzó. Ahol megy a kuruzó? Nem. Kikerül a második Motogub matrica is. No, az jó lett vele. Na, még 400 km a szállásig, a több mint a felét letoltuk a 910-nek. elég unalmas itt végig autópályán, azt sajnálom, hogy kihagyjuk ezeket a nagy hegyeket itt a Görögországba. Na de hát mindegy, ez van, majd talán egyszer visszajövünk. Eléggé kicsesztünk magunkkal, hogy nem feküdtünk le időbe, hullafáradtak vagyunk. Alszok el, te életem? Hát az eleje az nagyon nehéz volt, mert 3 óra alvás után 15 órát motorozni az nem egy jó ötlet. Úgyhogy az eleje az nagyon húzós volt, de szerintem átesett mindenki a holdponton, úgyhogy már nehezén túl vagyunk. Találtam egy Kinder Bueno-t. Hol? Itt. De hagyd ott. Jó lesz! Jó lesz! Ennyi, ki volt számolva. Hagyjuk ki. Na, igazán szép időt sikerült kifogni erre az utolsó 220 km-re. Most gondolkodás van, hogy induljunk-e, vagy mi legyen. Szar a cipzár. De ezt kettőbe hadd csináljam. Így. Így. Így, ja így, de értem, ráhajtásra. Oké. Úgy is. Ott is. Mély levegő. Ó, szakítom meg, köszönöm. Mély levegő. Valami kinyomja. Azt még egy szép hozzá király. Válladat megragasz? Ezért már az a baj, hogy elhagytam az anyagot. Összehúzzuk? Hát. Lábod? Ilyet mindig hozzatok magatokból. A vállamnál. De először közé. Nagyon jó volt, hogy összehúztad. És hogy ezt hogy tesszük le? Nem a fűrezzük, nem? Ne úgy, beparázom! Ne parázzál be! Nem kívánjam ezt, inkább állunk először. Csak hogy ne szakadjunk. Jó. Elég! Drága lesz már. Köszönjük szépen! Ja, a másik cipzár is elszarodott, úgyhogy így van, azt is ragazd be. Isteni! Még valakinek valami? Na! Hallom, most már isteni idő van. Kész? Na, szevasztok! A motoros túránk 10. egybe utolsó napja. Tegnap megérkeztünk a szállásra 9:30 körül. Végre egy jó szállás. Nagyon jót aludtunk. Kényelmes volt az ágy. Értem. Hozzáfűzni való? Ugye elég kalandos utunk volt, mert félúton gyakorlatilag elkapott minket egy olyan vihar, hogy nem csak nekünk kellett beállni egy benzinkútra, hanem még autóval is beálltak, úgyhogy ott kénytelenek voltunk várni körülbelül 1 órát, utána tudtunk elindulni, de egész jól megúsztuk az esőt, egy kicsit cseperget helyenként, de 90%-ba szárazon jöttünk. Most megreggelizünk. Kértünk a szálláshoz reggelit is, úgyhogy jó lesz végre nem boltba mászkálni, hanem csak menni azt kajálni. És így megkóstolni a helyi kaját. Ja, helyi kaja rántotta, meg gondolom ilyenek, amik reggelire szoktak lenni. A motorokkal beállhattunk egy zárt udvarra. Na, megyünk, reggelizünk, aztán jelentkezünk. Na, meg volt a reggeli. Nagyon jó, ilyen sonkás, tojásos rántottát csináltak. Sajtos. Sajtos, azt mondom, sajtos sonkás. Nagyon finom volt. Lassan szedelőzködünk és indulunk. Hát, elég rossz időt mutat végig. De ahogy néztem a radart, és ha lehet neki hinni, akkor lehet, hogy szerencsésen megúsztuk a nagy zuhikat, és talán még otthon is jó lesz az idő. A motor teljesen jól bírta, már ugye sötétbe jöttünk, úgyhogy az utolsó 1,5 órában lámpával jöttem. Ugye Görögországban azt mondta a szerelő, hogy lámpát ne kapcsoljak, mert az teljesen leszívja az akkumulátort. Így, hogy nagyobb fordulaton tartottam a motort, 4-5 ezren. Szerintem így töltött annyit vissza, hogy elbírta a fényszórót. mert ugye a Xenon sima tompítottat, azt lehúzta a saruját, azt nem mertem próbálgatni, gondolom az többet fogyaszt, de ugye a fényszórót az bírta, úgyhogy ha esetleg ma is belecsúszunk az éjszakába, nem lesz gond, haza fogok tudni menni. Ennyi igazából. Kicsit azt sajnálom, hogy az egészet így autópályán toljuk le. Ezért hiányzik az, hogy egy jót motorozzunk, azért itt Szerbiába is. Ahogy lejöttünk a pályáról egy benzinkút miatt, ilyen jó kis hegyi utak voltak. De szerintem itt is lehetne jót motorozni. Meg Görögországban is lehetett volna egy jót a hegyekben. Bármi? Hát ezt majd legközelebbre hagyjuk, hogy össze-vissza motorozhassunk. Én jól laktam, felkészültem az útra, úgyhogy felül nem indulhatunk haza. Ja, menjünk, válaszok a kutya. Hát, kis kutyánk. Indulunk! Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the what, put it up for my seeds. No cure for the eye disease. Do anything for pop. 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 Do anything for clout. Do anything for clout. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Bitch, get out the way. My bitch on your ass, you pay. No disrespect, the nigga be trippin', but we love ya. Swappin' I cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the range. Practice, brothers make breakfast, nigga. It's never too late. Never. I take the tss out of the snake. I take the soul out of the snake. Then I take the bills up out of the bank. Rack the plug in the media fake. Shawty DM me straight. I'm not gon' fight on the plate. Sippin' no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, mask on the face. Case. Watch it, that's how we in shape. She rock up, but she gon' leave these cakes. I put $2 million in the safe, just in case. Don't go my way, no cap. My kids gotta have money, not just me. Actin' selfish. Oh, I take the crown off the king like Mike the Elvis. Ooh, the world is wild, he died, no lie, they don't help. When they eat up the drip, you cannot help. Trip to a pit, hop by the beach. Niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. I beat these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the what, put it up for my seeds. No trip for the IG disease. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. A lot of people need to hear this. There's a lot of names on my hit list. I'm still saying what he wants to. It's still wet like a big bitch. I should run a whole blog if it's fake. They using my name for clickbait. See if I wanna stop fake beating. This is a little beat and it be safe. They want the bond, they kicking me off. Say anything, they couldn't respond. I know that mean they tripping this low. Somebody just got pissed and also should be safe. They couldn't be wild. We just expanded, they couldn't be down. Na, rákezdett az eső, öltözés van. Na, találkoztam egy Márka társal. Kiosztottam neki egy Motogub is matricát. Nagyon durva, még a kereke is ugyanolyan, mint amilyen, de csak egy fogója van. Nem tudom mi a BG, de valószínűleg messziről jöttek ők is. Dr. Pacsival köszönt. Ma Belgrádnál lapsit kellett cserélni, mert az újat eddig bírtak. Beletettem a régit, az pedig a magyar határtól egy 60 km-re megadta magát. Itt állunk az út szélén, István nem vett észre és jól előre húzott, úgyhogy távolba látunk egy benzinkutat, odáig jó lenne valahogy elmenni. Robival nem tudtam sajnos aksit cserélni, mert az övé keskenyebb, és nem fér be neki az enyém. Na sajnos az István aksia se jó, neki meg sokkal alacsonyabb, mint az enyém. Úgyhogy csak úgy tudtuk megmókolni, hogy nem tettük az ülést rá rendesen, a motorjára is úgy fér el benne az én magasabb aksim. És megpróbálunk úgy emelni, elmegyek az ő aksiával, hát hogyha a határig el tudok menni, addig tölti az új akkumulátoromat, és bízom benne, hogy az meg már hazáig ki fogja bírni. Nem egyszerű ez. Persze a benzinkúton se tölteni nem tudják az aksit, se új akkumulátort nem tudnék venni, csak autóakkumulátorok vannak. Úgyhogy nem egyszerű ez a hazaút. Hát ha más nem, akkor határig, ha eljutottunk, akkor valami trélerrel hazavitetem, vagy mondjuk megvárom valamelyik őket, Robi vagy István elmegy a teherautómért, és akkor visszajönnek vele érte. Jobb ötletem nincs, úgyhogy ennyi. Nem egyszerű a hazaút, pedig már csak ön 240-30 km. Na, Kecskeméten vagyunk, határnál ismét aksi csere volt. Most ez az aksi 80 km-t kibírt, majd meglátjuk még, hogy meddig bírja, még nem merült le. Tankoltunk, indulunk tovább, még 80-val hazáig. Értem? Már szerintem még sose vártam ennyire, hogy hazaérjünk, mint most. De drukkoljatok, hogy sikerüljön. Na, szevasztok! Sziasztok! A 10 napos motoros túra 11. napja van. Már itthon vagyunk. Tegnap 9 órakor sikerült hazaérkezni. Az utolsó bejelentkezés az, azt hiszem, Kecskeméten volt. Ott cseréltünk még aksit Istvánnal. 80 km-t bírt ki akkor az az új akkumulátor. Utána beleraktuk az István akkumulátorát, az enyémbe, azzal el tudtunk menni a Üllő Inárcsi pihenőig. Az Inárcsi pihenőig ott megint, de ott már, tehát, hogy világítás semmi nem volt, az eső szakadt, úgyhogy életveszélyes volt. Utána ott beleraktuk az új aksit megint, és azzal sikerült hazaérni úgy, hogy semmi világítást nem használtam a motoron, gyakorlatilag a hátsó lámpa égett, Robi ment előttem, és akkor a seggébe tapadva mentem, hogy lássak valamit. Elég életveszélyes, tehát nem csak este, hanem még nappal is, gyakorlatilag Görögországból úgy jöttem végig, hogy világítás nélkül, nappal is veszélyes. Nistől, ugye, ahol volt a szállásunk, Szerbiába, onnantól szinte szakadó esőbe jöttünk. Ott se használtam, vagyis hát eleinte használtam egész Belgrádig lámpát. Az meg is ette az akkumulátort, és ugye Belgrádtól jött ez a szarakodás, hogy cserélgettük az akkumulátorokat. Nem volt egyszerű, szerintem egy 5-re értünk volna kb. Délután haza, hogyha nincs ez a baszakodás a motorral. Szerintem elszállt teljesen az a minimális töltés is. Ez a 5-6 ezres fordulat között ugye volt minimális töltés, mutatta a szerelő. Ez szerintem teljesen elszállt. Azért így visszagondolva nem volt egy jó ötlet, úgyhogy ti ne csináljátok ilyet, de már úgy voltam vele, hogy eddig eljöttem a motorral, most már azért is hazamegyek, akármi lesz. Most át kell egy kicsit gondolni, hogy megfogadtam, hogyha bármelyik járművem is egyszer egy ilyen nyaraláskor cserbe hagy, attól megválok. Úgyhogy most még át kell gondolnom, hogy nyilván megcsináltatni meg fogom, de hogy eladom-e, vagy megmarad, majd meglátjuk, ez a jövő zenéje. Más talán nincs. 4000 km volt durván ez a túra. Kicsit többre számítottam, ugye, hogy többet megyünk a szigeten, de így, hogy szervizben volt a motor, így nem nagyon kellett ezt erőltetni. Neked bármi véleményetem? Én mondom, a nem műszaki adatokat. Nisbe nagyon finom reggelit kaptunk, nagyon jó volt a szállás is, nagyon jó puha volt az ágy, úgyhogy mindenki ki tudta magát pihenni, nagyon szép tiszta volt a szoba. Reggelit már hozták, mindenféle kommunikáció nélkül sütötte a pasia. Hát én olyan omlettet sütött, hogy sonka is volt benne, sajt, meg még valami, az nem fog eszembe jutni. Mindegy, ott nagyon jó tettünk, és akkor utána gyakorlatilag jött ez a kínszenvedés, ahogy jöttünk, hogy eláztunk, megszáradtunk, megint eláztunk, és ezt így végig körforgásba hazáig. Csak a végén már, mikor besötétedett, akkor már meg sem száradtunk, hanem újra eláztunk. De ott gyakorlatilag szerintem már mindenki annyira félt, hogy nincs lámpánk, hogy nem is figyeltünk az esőre. Tehát, hogy így azért nagyon veszélyes volt jönni. De végül hazaértünk szerencsésen, hála Istennek. Bár Szutyi kutyáért már nem volt időnk elmenni, úgyhogy ezt mindjárt bepótoljuk. Biztos már nagyon vár minket. Az biztos. Gyakorlatilag Szerbiában találkoztam még egy CBR XXS-sel. Erről készültek képek, úgyhogy majd lehet. Nem, erről a másodikról nem, az egy fekete, ilyen piros lángmintás volt. Jaj, tényleg, az egy magyar srác volt. Magyar srác volt. Azt hiszem, ők voltak Salgó-Tarjánban. Igen, Salgó-Tarjánban jöttek. Igen. Görögországról a véleményem. Pár éve voltam már ott, és akkor is Istvánnal azt beszéltük, hogy hogy utána akárhol voltunk így Horvátországban, hogy azért csak Görögország a kedvenc, meg mit tudom én, az a tuti. Hát most visszamenve, nem tudom. Nekem már annyira nem a szívem csücske, nem igazán. Szerintem Horvátország se csúnyább, motorozni is jobb, nem hiszem, hogy motorral többet elmegyünk. Ugye a hegyekbe ott elmotoroznék, azt megnéztem volna, azt sajnálom, hogy a motor miatt nem jött össze. Az odafele úton, meg az időszűke miatt nem jött össze, ugye hiába csavartunk le az első nap 1200 kilométert, attól függetlenül a második nap is sietni kellett, hogy beérjünk a kompal, úgyhogy az ott úgy kimaradt. A szigeten meg ugye voltak jó utak, mentünk is egy-két jó karikát, de ugye nem arról szól a sziget, hogy ott motorozgassák. Úgyhogy jobb az talán, hogy elmenni nyár elején, nyár végén ilyen motoros túrákra, és akkor az ember meg ilyen tengerparti nyaralásos hülyeségre meg elmegy bárhogy máshogy, repülővel, kocsival, vagy mit tudom én. Eleve ez a strandokra mászkálás, ezekkel a motorokkal, amik nekünk vannak, ez nem erre lett kitalálva, nem túl jó dolog. Úgyhogy a továbbiakban ez más lesz. Szeretnék még egy Albániát, mert azt is sajnálom, hogy kimaradt. Úgyhogy lehet, hogy ősszel még elmegyünk egy albán túrára egy pár napra, minimum 4-5 napra vagy egy hétre. Meglátjuk, hogy a többieknek hogy jön össze, meg nekünk hogy jön össze. Ugye terv az volt sok minden erre a nyárra, de sok minden máshogy alakult. Úgyhogy, ja, ennyi. Én még a Görögországhoz annyit fűznék hozzá, hogy nekem amúgy is Horvátország volt a szívem csücske, szép Görögország is, de nekem azt az élményt, ahogy a 8-ason megyünk Horvátországba, és balra a hegyoldal, jobbra pedig ezek a szemnél szebb tengerpartok, ahova 2 perc lesétálni, így leteszed a motort, és már ott vagy. És mindenhol. Jó, nem mindenhol, de a többségén egyébként megállítod a motort, és lemész pár perc alatt, és már ott vagy. Azt én nagyon szeretem. A Görögországban az egy kicsit csalódás volt, hogy pár éve voltunk egy másik szigeten, Thassoson, és akkor vendéglátásba sokkal barátságosabb voltak az éttermekbe, hogy elmentünk, és csak egy főételt rendeltünk, de egy nagyobb társasággal voltunk, olyan 8-an körülbelül. Mindegy, 4-4 fő jutott az asztalokhoz. És akkor mindig a vacsora végén hoztak legalább egy kis dinnyét, egy pár szeret sütit így fölvágva annyi részre, ahányan voltunk, és akkor ezt ingyen adták, és teljesen barátságosak voltak. Most meg a legtöbb helyen semmi ilyesmi. Látszott, hogy nem annyira vendégszeretőek, mint mondjuk Thassoson voltak, és egyetlen egy éttermet találtunk, ahol egy pici kis gumicukrot adtak a vacsora végén. Hát hogy ez normális volt a kiszolgálás. Igen, hogy ez 4 év alatt ennyit változott gyakorlatilag. Hát volt olyan, ahol leültünk az asztalhoz, 5 percet vártunk, körülbelül, és arra nem méltatott a pincér, hogy oda jöjjön, úgyhogy azt ott felálltunk, ott is hagytuk, tehát hogy ha 5 perc alatt nem képes kihozni egy étlapot, akkor mi lesz a kajával. Volt, ahol kétszer-háromszor kellett szólni, hogy fizetnénk, a kajaszar volt. Tehát, volt olyan, hogy a benzinkúton ott állt mellettem a nő, álltam a jégkrémes pult előtt pénzzel a kezembe, és rám se nézett. Ott állt tőlem 1,5 méterre. Úgyhogy inkább elraktuk a pénzt, és eljöttünk. Na de cserébe azért itthon se túl kedvesek, mert Kecskeméten ugye ott tankoltunk először, annál a benzinkútnál. Hihetetlenül egy bunkó pénztáros hölgy volt. Viszont, hogy ezt egy kicsit felhúzom, ez a magyar és a nem magyar motorosoknak szól, hogy nagyon segítőkészek voltak. Többször is, ahol látták, volt, ahol csak pihentünk, de külföldi motoros is megállt, kérdezte, hogy oké, minden rendben most itthon is. Oda jött egy magyar srác, hogy segíthet-e valamit, mert hogy látja, hogy szerelgetjük a motort. És akkor a fiúk gyakorlatilag megbeszélték, hogy most már kihúzzuk hazáig, de nagyon figyelnek egymásra a motorosok. Ja. Úgyhogy ez nagyon pozitív volt az út során. Na, 10 perc már. Sok lesz ez? Igen. Nem fogják megnézni, mert sok a duma. Na, ennyi nagy vonalakba, majd ha valami eszembe jut így videószerkesztés közben, majd úgyis bevagdosom alá, vagy alá mondom, mit tudom én. Köszi a segítséget a többieknek, Istvánéknak, meg Robiéknak. Örülök, hogy nem hazahúztak, hanem végig szenvedtük együtt. Úgyhogy bocs, hogy elcsesztem itt vagyis nem is én, hanem a motor elcseszte itt a nyaralásunk végét. Na mindegy, hazaértünk, az a lényeg, majd valahogy kárpótollak titeket. Külön köszönet Csabikának a lámpájáért. Mert igen, köszönjük. Életmentő volt. Életmentő kifejezetten. Volt. Gyakorlatilag indulni is az ő lámpájával indultunk még a szigetről, meg ugye itthon is már azt használtuk. Igazából ennyi. Mindenki jól érezte magát, hál' Istennek, a motor problémát leszámítva. Nagyon jó volt a nyaralás, úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Majd a következő túrát jobban megcsapatjuk. Hát. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk tartottatok. Szevasztok! Sziasztok!